zenész, és táncolni kapcsolat muzsikálok, és úgy vettem észre, hogy nagyon jó a hangulat, nagyon lelkesek a fiatalok, és jó látni, hogy ennyi fiatal van, és szeretik a szép magyar zenét és táncot, és lelkesen csinálják. Én nem vagyok ugyan megfogadva, hogy zenész vagyok, de nagyon jó, tehát tényleg határon innen, túl a kontinensen túlról, és mindenki itt van, és csinálja, és ez engem tényleg nagyon jó. Minden este hagyományőrző csoportoknak volt műsora, jobbágytelkieknek, sejjeieknek, és aztán táncház, ma este voltak a kételőkkel, délelőtt tánctanítás van, délután is tánctanítás van, és zenetanítás. Hogy egy másik srác, 12 éves tudás gyerek Írországból, aki meghallotta Szászcsaváson a cigányokat muzsikálni, és azóta neki fogott hegedű muzsikálni. És hát ez csak néhány példa abból a sok-sok emberről, emberből, aki eljön nagyon messziről azért, hogy Erdély kultúrával találkozom. Ez nagy dolog. És főleg az, hogy mi, aki mellette vagyunk, vagy közvetlen benne vagyunk, nem is tudjuk annyira értékelni, mink van, hogy az, aki eljön messziről. Nagyon jól éreztem magam ebben a táborban, most már a vége felé közeledünk, és azt hiszem harmadik vagy negyedik alkalommal vagyok itt, és ezentúl megyünk még vagy három táborba idén, és minden nap vannak tanítás, délután tánctanítás, énektanítás is, este előadás és hajnali buli, és most már kezdünk elfáradni. De nagyon jó, és nagyon sok emberrel megismerkedünk, mindenfelől jönnek ide az emberek, és nagyon-nagyon jó hangulat van. Tanácsadója és zenészem, zenetanárom. Az első tábortól kezdve majdnem minden ide itt voltam, és muzsikáltam, illetve népzenei tanácsaimmal segítem a szervezőket. Úgy értem, hogy ez a mostani tábor ez nagyon jól sikerült, nagyon sok a résztvevő, és jók a programok, jó a hangulat. Minden este ugye majdnem hajnalig mulatoznak a fiatalok, és tehát minden reggel itt vannak. Úgy érzem, hogy ez a tábor
nem csak a vendégeknek jelent sokat, azt mondja, eredetünk falusunk környezetben élhetnek, lakhatnak egy hétig, meg ismerkednek itt a helyiekkel, a helyiek életével, munkájával és a hagyományos kultúrájukkal, a táncsal és a zenével, hanem ez a helyieknek is sokat jelent, mert jön egy csomó külföldi idegen, akik megismerik egy kicsit a falut, és szerintem visszavágynak, mert annyi szeretetet kapnak, meg annyi kedvességet, hogy visszatérnek. Tovább kell vinni, ápolni kell.